Kedves kollégák, a mai webinárium alkalmával a Robos Suli című előadást fogjátok megtekinteni, amelynek előadója nem más, mint Kis András, aki a szakmában már jól ismert informatika szakos pedagógus, az EGRI Balasi Bálint általános iskola tanára, és többek között a méhész logikai versenynek az atya, így már sok éve, és két olyan nyertes munkáját fogja bemutatni, amelyek a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ pályázatán szerepeltek, és amelyek elérhetők, vagy elérhetők lesznek hamarosan mindenki számára. Át is adom a szót Andrásnak. Én is köszöntök minden résztvevőt, Kis informatika szakos pedagógus vagyok, és a mai estén a Robosuli elnevezésű kis előadásomat szeretném bemutatni. Hagyományosan iskolánkban a különböző projekteknek ezt a nevet szoktam adni, hogy Robosuli. A mai alkalommal két ilyen projektet szeretnék bemutatni, amelynek része, illetve a középpontjában ez a Szeppó alkalmazás áll, de nem csak erről fogok majd beszélni, hanem arról, hogy esetleg hogyan lehet ennek az alkalmazásnak bizonyos funkcióit kiváltani. Mielőtt hozzákezdenék a projektek bemutatásához, pár gondolat a munkahelyemről, az Egri Balasi Bányt iskoláról. Egy előregedő lakótelepi környezetben található az iskolánk, ebből adódóan különböző problémákkal szembesülünk nap, mint nap. Egyrészt a tanulóink szociokulturális hátrányaiból adódóan, másrészt az előregedő lakótelepi környezet hatására, egyre kevesebb tanulunk van, és beiskolázási problémáink is szoktak adódni ezzel kapcsolatban. Hagyományosan emelt óraszámú informatika képzés van iskolánk be első évfolyamtól, és nagyon gyakran rendszeresen veszünk részt különböző pályázatokba, projektekbe, azokat tanórán, tanóra, tanórán kívüli keretek között szoktuk megvalósítani. 2014-től csatlakoztunk az Animentor programhoz, ezen kívül rendszeresen veszünk részt Mathez csoportos tehetségsegítő foglalkozásokon. A Logmin Kft. által kiírt mikrogant pályázat keretében tudtuk beszerezni az első kaptárnyi kis bíbotunkat. Igazából a korábban már említett országos mész logikai verseny is ebből nőtte ki magát, ebből a pályázatból. Emellett gyakran kipróbálok különböző új módszereket, eljárásokat az oktatásba, így a digitális történetmesélést, a játékosítást. Erasmus Plus iskolai együttműködési projektekbe is rendszeresen részt veszünk, NTP-s pályázatokba, a világ legnagyobb tanórájába bekapcsolódunk a Kódolás Hetébe. A Google pályázatán nemrég eh, nyert a pályázatom, és ennek során sikerült beszerezni egy 3D nyomtatót. A Digitális Témahéten 2017-től veszünk részt, mint iskola illetve itt egy legutóbbi kis pályázatunk, a mosolygó fogacskák pályázata látható itt a videón is, és a link is hozzá. Itt igaz, hogy ez nem kapcsolódott a robotikához, de mégis sikerült becsempésznem, mert egy régi álmom volt, hogy a gyerekekkel készítsük ilyen fogkefe robotokat, ilyen kis brisztlubotokat, és ebbe a projektbe sikerült ezt megvalósítanunk. És a két projekt, amiről szó lesz a mai nap, a mai estén, az a 2019-es digitális témahétre készültek. A szokásos módon ugye középpontjában a robotok álltak. Az egész iskola számára készítettem projekteket, külön alsós és felső projektet készítettem és valósítottunk meg, és hogy említettem, a középpontjában ez a Seppó alkalmazás állt. Azért is, egyrészt ugye a játékosítás, mint említettem, az régóta az érdeklődésem középpontjában áll, és a Seppó alkalmazás nagyon jó lehetőséget kínál arra, hogy ezek a játékosított elemek Felhasználjuk, keretbe foglaljuk. Ilyen kerettörténetet tudunk adni, küldetéseket, pontokat, szintlépést könnyen tudunk adminisztrálni, jelvényeket adhatunk a gyerekeknek, illetve ranglistákat is készíthetünk, tehát ott egyből látszik az egymáshoz viszonyított helyük, tehát az éppen az eredmény, a pontszámok. És magáról a SEPPO alkalmazásról, ez egy online alkalmazás, egy elég könnyen használható keretrendszer. Érdekes, motiváló és interaktív játékokat tudunk a segítségével készíteni. legnagyobb előny, amit az előbb is említettem, hogy ezeket a gamifikált, játékosított elemeket nagyon jól ötvözi, tehát nagyon jól benne, fel lehet benne használni, könnyen lehet adminisztrálni a kerettörténetet, a pontrendszert, küldetések adását, szintlépést, ranglistát és a jelvényeket, tehát nagyon jól lehet benne kezelni. Emellett ugye böngészőn keresztül használható, tehát nem kell külön telepíteni a diákoknak se sem. Mit? Lehet úgy használni magát az alkalmazás, hogy egy valós térképet használunk fel, és ebbe az esetben ilyen geocaching típusú feladatokat tudunk, játékokat tudunk vele készíteni, de lehet úgy is használni, hogy virtuális térképet, tehát igazából egy tetszőleges képet beállítunk háttérnek, és ezen zajlik maga a játék. Ahogy néztem, most már van benne egy újdonság is, ilyen 360 fokos képeket is föl lehet benne használni így háttérnek. Nagy előnye még, hogy a diákok által megoldott és beküldött feladatokat a játékvezető a rendszeren keresztül nagyon egyszerűen pontozhatja, főszet hozzá különböző szöveges megjegyzéseket, jutalmazhatja a megoldásokat jelvényekkel, illetve vissza is küldheti azokat a diákok számára, mint nem jó megoldás, vagy újbóli átgondolásra szánt feladatokat. A létrehozott tartalmakat, amik itt a játékosok létrehoznak, csak a játék vezetője látja. Ettől függetlenül hogy a 18 éves játékosok esetén szülői engedély szükséges a használatához. Sajnos nem ingyenes az alkalmazás, tehát fizetős, de lehetőségünk van, majd megmutatom, hogy hogyan, egy 30 napos próbaidőszak igénylésére, és egy idő alatt azért ki lehet próbálni egész jól, hogy milyen lehetőségeket rejt, és ha esetleg ugye valamilyen forrás adódik rá, akár egy pályázatból, érdemes lehet előfizetni az alkalmazásra. Ebben az esetben lesznek bizonyos megkötések, ugyanis egy játékvezető lehet egy játékhoz, maximálisan 20 feladat és 10 csapat játszhatja a játékot, illetve a létrehozott játékaink két hónap elteltével törlődnek a felületről. Az oldal a seppó.io címen érhető el, magyar nyelven is használható, tehát ki tudjuk választani, de amikor a 30 napos próba verziót igényeljük, akkor érdemesebb az angol nyelvnél maradni, az angol nyelvű verziónál, mert a magyar nyelvű fordításban ezek a gombok nem, jelentke, nem jelennek meg. Ahhoz, hogy tudjuk igényelni ezt a 30 napos próba verziót, rá kell kattintani erre a For Education lehetőségre, Azután a Try for Free, tehát hogy kipróbálom ingyen, és a Let's Go-val el is tudjuk indítani az igénylés menetét. Ahhoz, hogy véglegesítsük az igényünket, meg kell adni a nevünket, e-mail címünket, arra, hogy milyen célból szeretnénk használni az alkalmazást, hol tanítunk, ha azt választottuk, hogy oktatási célral szeretnénk használni, illetve az intézmény nevét és az országot. Majd a Submit gombbal beküldjük a kiadatokat, adatokat, és az e-mail címünkre megérkeznek a belépéshez szükséges adatok. Az ezután található oldalon még egy rövid videóban megnézhetjük a Szeppu lehetőségeit, illetve az oldal alján még az előbb említett korlátozások is fel vannak sorolva, hogy milyen korlátozásokkal rendelkezik egy ilyen ingyenes fiók. A belépés, ahogy említettem, a megadott e-mail címre megérkeznek a szükségek az adatok. Itt már nyugodtan használhatjuk a magyar nyelvet, a logingon megnyomása után találjuk magunkat ezen a felületen, és ugyanez a rész lesz az, ahol a játékosaink, mint játékosként tudnak majd bejelentkezni, mi pedig, mint játékvezetőként, tehát az alsó gomb megnyomásával tudunk bejelentkezni és hozzáférni a szerkesztő felülethez, ahol a játékokat el tudjuk készíteni. A játékvezetői felületre belépve az elején egy túrát indíthatunk el, ahol a főbb funkciókat bemutatja nekünk az alkalmazás. Első használat alkalmával érdemes ezen részt venni, és végignézni, hogy milyen lehetőségeket rejtne az alkalmazás. Itt láthatjuk ugye a felületet a bejelentkezés után. Itt különböző profilbeállításokat láthatunk, tippeket a használattal kapcsolatban, bemutató videókat nézhetünk meg a használattal kapcsolatban, illetve ugye az alján a keresés a könyvtárban, ott kereshetünk már elkészített játékokat. Itt, ha a projektjeink címét, a robotópiát, illetve a méhek titkos életét, ha beírja valaki, ezeket a játékokat meg is találja, és így a saját könyvtárába bemásolva elég könnyen lehet ezeket adaptálni, tehát nyugodtan föl lehet őket újra használni. Az új játék készítésére két lehetőségünk van, vagy egy teljesen üres játékot hozunk létre, az új játék létrehozása gombbal, vagy segít nekünk az alkalmazás, föltesz nekünk bizonyos kérdéseket, hogy milyen módon, milyen keretek között szeretnénk használni majd ezt a játékot, és miután ezt megválaszoltuk, akkor létrehoz nekünk egy vázat, egy sablont, és utána azzal könnyen tudunk már boldogulni, mert csak a megadott részeket ki kell tölteni, tehát az elején esetleg hasznos lehet egy ilyen sablonba dolgozni és azzal létrehozni az első játékainkat. A szerkesztő felülettel, illetve annak a bizonyos funkcióival nem fogok most részletesebben foglalkozni. A Robotópia projektterv, ami megjelent már, és a digitális témai tudásbázisában is megtalálható, illetve az aló, alábbi linken, ott a mellékletben elég részletesen leírtam az egyes funkciókat, és azt, hogy hogyan lehet egy új játékot készíteni ott nyugodtan ennek utána lehet nézni, de igazából nem bonyolult a felülete. Ugye itt, ahol most a Szeppó feliratot látjuk, oda tudjuk betölteni vagy azt a háttérképet, amin a játékot szeretnénk játszani, vagy egy valós térképet, és igazából arra tudjuk kirakni ezeket a feladatokat, amiket a diákok számára szeretnénk adni. A játék indítása, ez is részletesen le van írva a projekterbe, a mellékletbe. Itt amennyit jó, ha tudunk róla, hogy többféle módon is ö, csatlakozhatnak a résztvevők a játékunkhoz. Történhet egyrészt az úgynevezett PIN -kód segítségével, amikor ugye beírja valaki ezt a pinkódot és úgy tud ö, csatlakozni a játékhoz, illetve az is lehetséges, hogy mi előre fölvesszük a csapatokat, és mi generálunk nekik a belépéshez szükséges adatokat, én ezt az utóbbit szoktam használni. Itt a oldalt látható ez a play gomb, illetve alatt ez a villám. A kezelőfelettel is láttuk, ez a play gombbal tudjuk majd elindítani a játékunkat, ha elkészültünk és szeretnénk elindítani azt, illetve itt a villámmal majd később még lesz róla szó, ezzel különböző villámfeladatokat adhatunk. Emellett ugye itt látjuk a ranglistát, illetve a csevegő funkciót is, amelyekre igazából a játék során lehet szükségünk. És a Szeppó alkalmazással kapcsolatban ugye az egyik legnagyobb hátránya, hogy fizetős program és csak 30 napos ingyenes verzió áll rendelkezésünkre, így összegyűjtöttem néhány olyan lehetőséget, amivel bizonyos funkcióit kiválthatjuk ennek az alkalmazásnak bár ekkor az adminisztráció azért jóval bonyolultabbá fog válni, illetve bizonyos lehetőségeket nem biztos, hogy meg tudunk, vagy meg tudunk olyan minőségbe valósítani, mint ebbe az alkalmazásba. De az is előfordulhat, hogy valakinek nincs is szüksége annyiféle lehetőségre, amit a SEPO kínál, így akár bármelyik más alkalmazással csak bizonyos részeit tudja megvalósítani ennek a dolognak. Az első ilyen alkalmazás, amit biztosan sokan ismernek már, ez az Action Bound alkalmazás, ami egy kicsit hasonlít ez a SEPPO-hoz, annyi a nagy különbség a kettő között, hogy ebből hiányoznak ezek a játékosított elemek, illetve itt is, ha jól tudom, csak személyes felhasználás esetén ingyenes az alkalmazás, tehát ha az oktatás során szeretnénk használni, akkor már ez is füzetősé válik. Amennyiben olyan lehetőséget keresnénk, hogy hogyan tudjuk ezeket a feladatokat kiosztani a diákok számára, hogyan tudjuk nekik elmesélni ezt a kerettörténetet, amit majd megnézünk a projektben konkrétan, hogy nekem milyen kerettörténeteim, illetve feladataim voltak. Ez akár történhet úgy, hogy megosztunk dokumentumokat, megosztott dokumentumok segítségével, amit akár rövidített linkel vagy QR-kóddal is a diákoknak oda tudunk adni, illetve szerintem nagyon jó lehetőség rejlik ebbe a voki a www.voki.com oldalon érhető el. Itt igazából ilyen beszélő avatárokat hozhatunk létre. Nyelvszakos kollégáktól lestem el pár éve, ők mutatták nekem először ezt az alkalmazást. Ők arra használták, hogy a diákok angol nyelven bemutatták magukat, de akár ilyen célra is föl lehet használni. Itt be tudjuk állítani az avatárt, be tudunk állítani a hátteret illetve eh, akár beépített hangon is felolvasthatunk vele szöveget, illetve akár mi is eh, fölmondhatunk hozzá szöveget, és 60 másodperces, tehát eh, egy perces szöveget tudunk vele elmondani, ami azért sok mindenre alkalmas. Amennyiben a diákok megoldásait szeretnénk rögzíteni, amit a feladat végrehajtása során készítenek, erre akár Google űrlapokat is használtunk, olyan tesztjellegű kérdésekről van szó, vagy amennyiben dokumentumokat, fájlokat kell föltölteni, akkor is használható a Google űrlap, de akkor már a diákoknak is rendelkezni kell e, Gmailes vagyis Google AKONTAL, illetve használtunk erre megosztott mappákat is, ahova föl tudják tölteni az elkészített anyagaikat. Az értékelés, ahogy mondtam, a SEPPO alkalmazásban nagyon jól működik, mert könnyen tudunk pontokat adni számukra, illetve jelvényekkel jutalmazni bizonyos feladatokat. Ennek alternatívája lehet bizonyos szinten a Klaszdocsó alkalmazás, ami egy ingyenes alkalmazás. Itt is ki tudunk alakítani különböző pontrendszereket, tudjuk a diákok munkáit akár feladatonként, akár csoportban, csoportosan egyszerre értékelni. Illetve ugye emellett itt is található még olyan kis játékosított elem a classjo hogy avatárok rendelhetők a diákokhoz, nagyon szokták élvezni akár az alsósok, de még a felsősök is ezeket a kis mókás kis avatárokat, és általában ugye tetszik nekik az egész kinézete ennek az alkalmazásnak. A jelvények készítéséhez is felsoroltam itt néhány ötletet, a Make Badges oldal, vagy a Class Tools net, vagy a Graphitex-nek a... Jelvénykészítő része, tehát ezekben elég könnyen tudunk szép jelvényeket készíteni, amelyel a diákokat tudjuk jutalmazni. A jelvények nyilvántartása már egy kicsit bonyolultabb feladat lehet. A SEPPO alkalmazás ezt is nagyon könnyen megoldja, tehát ott fel lehet tölteni a különböző jelvényeket, és meg lehet adni, hogy ezért a feladatért milyen jelvényt kaphatnak. Amennyiben ez nem áll a rendelkezésünkre, akár itt is használhatunk megosztott Google dokumentumokat, ahol egyszerűen bemásoljuk ezeket. A jelvényeket az adott diákhoz, akár egy táblázatba, akár egy dokumentum egy adott oldalra, és így akár meg is tudjuk osztani a tanulóinkkal. Emellett a flippit is javaslom mindenkinek, ott nagyon jó kis Google táblázatokat, illetve egyéb dokumentumokat találtunk, ami többféle feladatra is alkalmas. Van egy kifejezetten erre a célra szolgáló része, ahol jelvényeket tudunk nyilvántartani, hozzárendelni, azokhoz többféle fokozatot rendelhetünk, többféle szintet, illetve amennyiben a pontokat szeretnénk nyilvántartani, illetve azt megjeleníteni vizuálisan, akkor itt található szintén a Flippitin egy jó kis táblázat hozzá, amivel ez is könnyen megoldható. Tehát ezeken kívül még rengeteg más alkalmazás is elképzelhető, ezek azok, amelyeket én az elmúlt években hasonló célokba használ, célokra használtam, ami hátránya van még egyszer a sepo képest, hogy így eléggé szét lesz szorva az adminisztrációnk, és egy kicsit bonyolultabb lesz az egész. És magáról a projektekről ezeket szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni. Az első ez a Robotópia projekt lesz, ahogy említettem, a 2019-es digitális témahét alkalmával készült, ott nyertünk is vele egy külön díjat, illetve a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ pályázatán is nyertes lett ez a projekt, ami azóta már a meg is jelent a digitális témai tudásbázisába, tehát ott meg is kereshető, akár a nevének a beírásával, vagy ezen a linken. A projektnek a fő kérdései, amelyekre próbáltuk a projekt során a gyerekekkel megkeresni a választ, az, hogy miben különbözünk egymástól, miben áll az emberi tehetség, illetve hogy milyen területei vannak a tehetségnek, ehhez kapcsolódtak a különböző feladatok. Itt az a háttérkép látszik, amit beállítottam, a játéknak, tehát ez egy olyan játék, ami nem valós térképen zajlott. Ennek az volt a fő oka, hogy két projektet valósítottam meg ebbe az évbe, egy alsós és egy felsős projektet, az alsósról is majd nem soká beszélek egy kicsit részletesebben. Ott az alsósnál kicsit jobban jelen voltam, tehát az igényelte a nagyobb jelenlétet. A felsősöknek ezért inkább egy olyat terveztem, ahol ők egyénileg szabadabban tudnak mozogni, és nem köti le annyira az én energiáimat se. Tehát erre egy kicsit úgymond kevésbé figyeltem a játék során, kevésbé kellett figyelni. Ez igazából elkészítettem, és azután ment a maga útján tovább ez a projekt. Több részből állt a projektünk, a projektünk. az elején a bevezető részben igyekeztem felkelteni a tanulók érdeklődését. Kahútban töltöttünk ki különböző kvízeket, ahol híres emberek beszéltek saját magukról, illetve a tanulási nehézségeikről, hogy milyen nehézségekkel küzdöttek, és mégis ugye rádöbbentek a diákok, hogy milyen híresek lettek, és mennyire tehetséges emberekről van szó. Vagy esetleg ott olyan emberekről volt még szó, akik különböző fogyatékossággal küzdenek, ugye itt nagyon híres Stephen Hawking professzor, vagy Van Gogh, vagy Beethoven, és ennek ellenére mégis milyen híresek és milyen sikereket értek el. Ezután kitöltöttünk egy onlap, online űrlapot, ami arra vonatkozott, hogy ki hogyan érzi magát, hogy miben jó, miben érzi magát tehetségesnek, esetleg mi az, amiben kevésbé tehetségesnek, majd röviden beszéltünk a tehetségről, a tehetség fogalmáról, hogy milyen jelek utalnak arra, hogy valaki tehetséges, illetve próbáltam bemutatni a számukra különböző olyan embereket, akik valamilyen problémával küzdenek, de mégis az életútjuk során sikereket értek el, tehát sikeres emberekké váltak voltak olyan csoportok, ahol nem volt szükség ilyen jégtörő játékokra, mert összeszokott csapatról volt szó, de főleg ott 5 6 diákok környékén ennek is nagy hasznát vettük, hogy egy kicsit összeszokjon a csapat, különböző jégtörő játékokkal oldottuk a feszültséget. Majd megbeszéltük a technikai feltételeit, hogy hogyan kell ezt a SEPPO alkalmazást használni, hogyan lehet telefonon, tableten, esetleg számítógépen használni. Beszéltünk a netiketről, hogy hogyan kell ugye az online térben viselkedni, hogy amit egyszer föltöltenek, az örökre ott marad, hiába törlikre. Illetve mivel ö, gyakran olyan feladatot kaptak, ahol videót, vagy ö, fotomontást, vagy ehhez hasonló dolgot kell készíteni, beszéltünk egy kicsit a szerzői jogi kérdésekről is, hogy milyen formában és honnan lehet ezeket ugye, fölhasználni az interneten felelhető tartalmakat. Azután a játék igazából, amikor elindítottam nekem, csak annyi volt, hogy rákatítottam a play gombra, és menet közben néha ránéztem, és ellenőriztem a diákok munkáját, és pontoztam azt. A kerettörténet szerint fizikóórán kísérleteztek, és a Van generátor e, hibáson kötötte valamelyik gyerekbe, és emiatt a Z Zigner kerék elkezdett pörögni, és egy féreg nyitott meg ott a terembe, ami magába szippantotta az egész osztályt, és elrepítette őket a robotópiába, a robotok birodalmába. És ahhoz a fő küldetés igazából az, hogy hazajussanak, de ehhez össze kellett gyűjteniük a kvantumgenerátor darabjait az ott élő robotoktól de ezek nem adták csak úgy oda ezeket a darabokat, mert szerették volna, hogy a robotok megismerje az emberi tehetséget, annak a különböző oldalait, és csak úgy adták oda a kvantumgenerátor darabjait, ha a tanulók megismertették őket a különböző tehetségterületekkel. A feladatok úgy voltak kitalálva, hogy legrosszabb esetben is 45 perc alatt megoldhatóak legyenek, van amelyik akár kevesebb idő alatt is, voltak olyan csoportok, illetve olyan tanárok és olyan tantárgyak, ahol tanórai keretben oldottak meg feladatokat, volt, amikor tanórán kívül, voltak olyan csapatok is, akik iskola után, kint a játszótéren, valakinél összegyűltek, és ott oldották meg ezeket a feladatokat, tehát rengetegféle megoldása létezett. És az első robot, akivel ebbe a robotok birodalmába találkoztak, az Painterbot volt, aki a generátor darabjáért cserébe azt kérte, hogy mutassák meg neki az emberi tehetségnek a vizuális oldalát, és ennek keretében el kellett játszani számára egy híres festményt. Itt van egy jól használható oldal, ez a vangoyourself.com oldal, ami direkt ebből a célból jött létre. 16 éves kor alatt szülői hozzájáró ez szükséges, az oldal használat, Mostanában, ahogy nézekettem, mert szoktuk csinálni ilyen projekteket a gyerekekkel, nem mindig működik tökéletesen az oldal. De ha éppen nem működik, akkor is nagyon jól lehet ötletgyűjtésre használni, mert ugye ott látszik az eredeti festmény vagy kép, illetve ott látszik, hogy milyen megoldások születtek erre. Itt éppen az egyik tanuló a kémia teremben próbálta eljátszani az egyik padon ezt a festményt. Természetesen más eszközökkel is megoldható a feladat, akár nem is kell egybe szerkeszteni ezt a két képet, hanem az eredeti alkotásról, illetve az általuk elkészítetről, és készítenek egy fényképet, és külön-külön feltöltik, tehát úgy is megoldható. Akár festményekkel kívül volt olyan, aki szobor vagy szoborcsoportot játszott el, és azt töltötték föl, tehát nagyon sokféle megoldás lehet itt is, és nagyon élvezték a gyerekek, főleg az olyanokat, ahol többnek kellett beállni, tehát több gyerek is beállt különböző helyzetekbe, és akkor éppen nem volt kéznél olyan eszköz, ami a festményen látható, akkor mindenféle mással helyettesítették azokat, és igen, mókás megoldásokat szület, megoldások születtek ezzel kapcsolatban is, tehát érdemes kipróbálni akár ezt a lehetőséget is. A következő robot, akivel találkoztak, ez Kalkbot volt, aki az emberi tehetség logikai oldalát szerette volna megismerni, és ezért cserébe adott egy kvantumgenerátor darabot. Itt igazából egy kis rövid logikai feladat volt, ahol ugye azt a 9 pontot kell összekötni négy egyenes vonallal, de ott, ahol tanórai keretben valósították meg ezt a projektet, ott különböző más algofejtörőket is megoldottak a tanórán, rengeteg online felületen is lehet találkozni ilyen fejtörőkkel, és azzal töltötték az időt, és a végén volt ez a feladat. A következő, hogy ugye a zene sem maradjon ki, DJ Bot volt, aki az emberi tehetség zenei oldalára volt kíváncsi, és itt a megoldás egy videóklip elkészítése volt, ami minimum egy, maximum három perc hosszúságú, és amelyben meg kellett mutatniuk a diákoknak, hogy milyen ügyesen tudnak zenélni, együtt zenélni. Tehát itt mindenféle légitározástól kezdve elég érdekes hangszerek is megjelentek, de itt is nagyon élvezték a gyerekek magának a videónak és az elkészítését, utána meg amikor megnézték egymás munkáit, azon meg nagyon jókat derültek. Tovább barangoltak a robotok birodalmába, az izom az erőse maradhatott ki, és Muszklibottal találkoztak, aki az emberi ügyességet és erőt szerette volna megismerni. Itt szintén egy videót kellett elkészíteni az előző terjedelembe, itt pedig azt kellett megmutatni nekik legalább öt különböző mozgásformával, hogy hogyan mozog az ember, milyen ügyesen tud mozogni, milyen erős az ember. Itt is volt mindenféle talicskázástól kezdve, tehát nagyon sokféle mozgásformát fölvettek videóra. Itt nagyon sok megoldás született testnevelés órán, egyrészt a kollégának is köszönhetően, aki a testnevelést tanítja, illetve a gyerekek is nagyon élvezték, hogy torna órán fölvették a különböző kis előre elkészített koreográfiáikat. Ahogy haladtak tovább, a robotok birodalmába Lingobottal találkoztak, aki a nyelvi tehetséget szerette volna megismerni. számára egy 8 soros verset kellett írni, majd azt lefordítani nyancsa nyelvre, mivel ez áll a legközelebb a robotok nyelvéhez. Az elén, amikor megkapták a feladatot, voltak elég értetlenkedve nézett, de utána egy kis segítséggel rájöttek, hogy ez a Google fordító sok mindenre képes, és így a nyancsa nyelv is megtalálható benne. Nagyon vicces volt főleg az, amikor megpróbálták nyancsa nyelven fölolvasni ezeket a verseket. Itt látható egy kis vers részlet, illetve vannak a nyancsa nyelvi fordítása. Ahogy tovább barangoltak, elérkeztek a egyik legnehezebb feladathoz, ez pedig Kóbot adta nekik, az együttműködést szerette volna megismerni, hogy hogyan tudnak az emberek együttműködni egymással. Itt egy kis filmet néztek meg az iskolai zaklatásról a gyerekek, és ezután kellett szintén egy videót elkészíteniük azzal a kapcsolatban, hogy szerintük hogyan lehet közösen megoldani különböző iskolai konfliktusokat, úgy, hogy az mindenki számára elfogadható legyen, mert hát volt, aki nem ilyen megoldást szeretett volna, hanem volt, aki erővel szerette volna ezeket a konfliktusokat megoldani. Ez volt az egyik legnehezebb feladat. A videókban nagyon jól megjelent az, hogy milyen iskolai konfliktusok vannak, és azok hogyan jelennek meg, de a megoldás terén ott még azért lett volna mit fejlődni, tehát az már egy kicsit nehezebben ment a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legnehezebb feladat. De a visszajelzések alapján ezt is nagyon élvezték ezeknek a videóknak az elkészítését is. És mint mellékküldetések jelentek meg a rendszerbe ezek az úgynevezett villámfeladatok. Ahogy említettem, a játék indítása alatt ez a kis villámmal lehet őket bekapcsolni. Ebben a projektben ezek a villámfeladatok ezek a robobölcsnek a feladványai voltak. A villámfeladatok esetén be lehet állítani azt, hogy mennyi idejük van a feladványok megoldására, és annyi időt kell azt elvégezniük. A robobölcs három feladatot adott nekik a játék során. Az első egy nagyon bonyolult logikai feladat, ha két robot két perc alatt két lézersugarat lő ki, akkor 10 robot 10 perc alatt hány lézersugarat lő ki, volt, aki nagyon sokat gondolkodott rajta. Illetve hogy egy másik ilyen logikai kis feladvány, hogy egy robotnak négy lánya van, és minden lánynak van egy bátyja, hány gyereke van a robotnak. Illetve az utolsó ilyen robobölcs feladvány, itt a képen láthatok is rejtvény, hogy mi kerül a kérdőjel helyére. Ezeket a feladatokat is nagyon élvezték. Az utolsóra 15 perc volt adva az első kettőre, 5-5 perc, azért elég sokan megoldották egy idő alatt ezeket a kis villám feladatokat és megfeleltek a robopölcs feladványainak. A jelvényekről beszéltem, hogy a különböző feladatoknál, a különböző robotoknál, történt feladatokat jelvényekkel lehetett jutalmazni, illetve a végén, amikor összeállították a kvantumgenerátort és hazajutottak, azért is egy jelvényt kaptak, illetve a a feladványait, ha jól megoldották helyesen, azokért is jelvény járt. Ezeket az előbb említett alkalmazások valamelyikébe készítettem el, és utána nagyon könnyen fel lehetett tölteni a rendszerbe, és utána egy kattintással ezeket ki lehetett osztani a számukra. A projekt zárásaként egymás munkáinak megtekintése volt. Itt összeállítottam a videókból egy ilyen kis montást, ezt tudták megnézni, ezt értékelhették. Ismételten kitöltöttük közösen ezt a kérdőívet, ami ugye arra vonatkozik, hogy kimiben érzi tehetségesnek magát, és ezt később összehasonlítottuk a bemeneti részével, és elég érdekes volt azt látni, hogy azért sokaknak megváltozott a véleménye, az elképzelése, így a feladatok elvégzése során, mert hát rájöttek, hogy bizonyos területeken igenis tehetségesek. A projekt egészét és magát a csapatok munkáját is értékeltem. A végén közösen kitöltöttünk egy ilyen menti, me és egy közös szófelőt készítettük a mentimeter segítségével. Hát elég érdekes volt a visszajelzés. A legtöbben annak örültek, hogy ebbe az időszakban igazgatói engedéllyel használhatták az iskolai wifi-t, tehát nyugodtan szünetekbe is használták a wi t és a telefont, amit amúgy nem tehetnek meg. Illetve ugye nagyon tetszettek nekik ezek a robotok, bár itt is volt, aki úgy gondolta, hogy egy kicsit unalmas volt, de volt olyan is, aki azt szeretné, hogy még több ilyen legyen. Tehát összességében nagyon jól érezték magukat, és még a végén egy online kilépő kártyával is visszajelzést adhattak a projekt egészével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban telt el. Ez a kis projekt a felsősök részére, és a nagy előnye tényleg az volt, hogy igazából az elkészítés után az egész ment a saját maga útján, nekem csak ugye figyelni kellett a megoldásokat, azokat pontozni, értékelni, illetve olyan megoldás született a szépen visszaküldeni nekik, hogy gondolják át, és így igazából az egy hét alatt eljutottak a kezdetektől odáig szinte mindenki, hogy összegyűjtötte az összes darabot, és hazatérhettek a való világba, tehát nem ragadtak ott robotópiába, minden gyerek hazaérkezett a végén. A másik projekt, ez a Be The Best projekten volt, ami az alsó tagozatos diákok számára készítettem. Ez az a projekt, ahol egy kicsit jobban jelen voltam, amit egy kicsit jobban kellett irányítani. Itt a fő kérdéseink azok voltak, hogy miért van szükségünk a méhekre, milyen szerepe van a méheknek a természetben, illetve mit tehetünk az egészségünk, a saját egészségünk megóvása érdekében. Itt, ahogy látszik, ez egy kicsit összetette projekt volt, ennek csak egy részét alkotja ezt a szeppós játék, és sok egyéb más tevékenységgel volt kombinálva maga az egész projekt. Az első résznek az elnevezés ez a Be the Best volt. Itt ugye az egész projektet úgy indítottuk, hogy az méhekkel kapcsolatos előzetes ismereteiket felmértük beszélgetés során, illetve ezt a TKM tudom kérdezem, megtanultam táblázatnak az első két oszlopát ezzel kapcsolatban kitöltöttük. Ezután következett egy olyan rész, ami úgynevezett hát, opcionális rész volt, mert van olyan, volt olyan osztály, ahol volt rá idő, meg tudták valósítani, volt, ahol nem. Itt kolács készítés volt, illetve egy ilyen kísérlet, ahol kísérleti jegyzőkönyvet is vezettek, ahol összehasonlították a méz és a cukor különböző tulajdonságait, színét, ízét, illatát, halmazállapotát, illetve az oldódását, hideg és forró teába is, és ezeket a tapasztalataikat egy jegyzőkönyvbe rögzítették, mint igazi kis tudósok. Ezután minden osztályban megtekintette két YouTube videót, az egyik ugye, hogy hogyan készítik a méhek a mézet, illetve mi történne, ha az összes mély meghalna. Ezekhez én készítettem saját kis feliratokat, amit próbáltam is átvinni, hogy a YouTube-on is megjelenjen, mint hivatalos Felirat, de sajnos nem sikerült, és ahogy néztem mostanában, ránéztem, úgy nézem, hogy a YouTube-on meg is fog szűnni ez a funkció, tehát lehetséges, hogy ezek már nem is fognak bekerülni. Mivel a diákok még annyira nem jártasak alsótagozatban az angol nyelvterén, illetve kollégák között is van, akinek nehézséget okoz, ezért érdemes ezeket valamilyen módon magyarosítani. Ezután csoportokat alakítottunk, alsó is. Itt sok helyen a ClassDojo alkalmazás használtuk, mert ugye a korábban említett funkciókon kívül akár csoportalakításra is alkalmas ez a ö, program. És itt látható a méhek titkos élete nevű kis szepú játék, amit ha a korábban említett keresőbe a nevét beírjátok, akkor ti is megtaláljátok ezt. Ez, ez már egy valós térképen játszódó játék volt. Itt látszik, ö, hogy az iskolánk épülete, illetve az udvar volt az, amit erre a játékra szántunk, és itt lehetett barangolni. Ezek a pályák, amik itt látszanak, ugye azok szintekre voltak beosztva. Jobb oldalon látszik, hogy három szintet alakítottam ki és miután az első szint feladatait megoldották, csak utána vált mindig láthatóvá a következő szint. Tehát először megcsárták az alapszinteket, utána jöttek ezek az érzékek, és a legvégén jutottak el a mély királynőhöz, a mély királynő által feladott feladatokhoz. És itt is ugye egy történet volt, amit az előbb említettem, kísérlet, amikor a méz különböző tulajdonságait vizsgálták meg, annak során valaki mézet kent a terembe a tükörre, és ezzel megnyílt egy titkos átjáró a méhek birodalmába, ami magába szippontotta az egész osztályt, és a túloldalán találták magukat a tükörnek. És az ajtó ugye be is záródott mögöttük, ahhoz, hogy újra ki tudják nyitni, mézre lesz szükségük, de ezt csak a méh királynőtől tudják megszerezni. De hozzá már csak eljutni se könnyű feladat, hanem a térképen, hogy eljuthassanak a királynő, ez meg kell keresniük a bejelölt helyszíneket, és el kell végezniük az ott található feladatokat. A küldetések általában úgy épültek föl, hogy egy információs kis szöveg volt a méhekkel kapcsolatban, az életükkel, életmódjukkal kapcsolatban, és utána jellemző egy úgynevezett kreatív feladat volt, ami általában egy fotó, egy videó vagy egy hangfelvétel elkészítését jelentette. Magák, maguk a küldetések a következők voltak. Ugye az első ilyen küldetés, ez az iskolaudvaron volt, a küldetések úgy voltak felépítve, hogy az alkalmazás egyik nagy előnye, amit nem mondtam még, hogy csak az elején és a végén van szükség internet kapcsolatra ahhoz, hogy működjön. Menet közben csak akkor van erre szükség, ha olyan kreatív feladatokat akarunk megoldani, amihez videót kell rögzíteni, vagy hangfelvételt. És mivel nálunk az udvaron nem túl stabil az internet, ezért úgy állítottam össze, hogy a kitalálható feladatokat általában csak valamilyen fotót kellett készíteni valamit megkeresni, illetve azokat a feladatokat, ahol videó vagy hangfelvételt kellett készíteni, azokat behoztam az iskola épületen belül, mert ott már erre jobban volt lehetőség. És az első ilyen feladat, eh, ahol kimentek az udvar, és meg kellett elbújt méhecskét, eh, Természetesen előtt én ezekről készítettem egy méhecskéről egy képet, azt belamináltam, és jó magasra eh, raktam, hogy minél nehezebben találják meg. A második küldetés ott a méhészet volt. Itt Arról kaptak információt, hogy mióta foglalkoznak az emberek a méhészettel. Itt pedig ugye egy 12.000 éves barlangrajzot, vagyis annak a másolatát kellett megtalálniuk, amin egy mézvadász szerepelt. Ahogy tovább barangoltak az udvaron, a következő feladat az volt, hogy meg kellett keresniük egy mélykaptárt, és arról kellett egy fotót készíteniük. Majd a következő feladat a beporzásnál ahol egy virágot kellett lefényképezni, hogy itt se volt biztos, hogy az udvaron éppen akkor nyíl virág, nyílni fog virág ezért. Erről is készítettem egy fotót, és azt elrejtettem. Illetve az utolsó, és utolsó előtti, ilyen küldetés, ahol egy méviaszból készült gyertyáról készült fotó volt, elrejtve azt kellett megkeresniük. És itt a látás feladat volt az, ahol már az iskola ajtó hátsó bejáratnál voltak. Itt pedig ugye az volt a feladatok hogy le kellett fotózniuk egy olyan ábrát, amit a méhek nem látnak. Az előtte az információs szövegben szerepelt, hogy a vörös színnel a méhek bajban vannak, ezért kiraktam egy nagy vörös szívecskét, és ezt kellett lefényképezniük. De voltak olyan leleményes diákok, akik az ajtón található dohányozni tilos táblát fotózták le, ezt is elfogadtam, mert igazából ugye vörös színnel van rajta jelölve, azzal van áthúzva a cigaretta, és így ez a méheknek igazából azt jelenti, hogy dohányozni szabad, tehát ez is egy helyes megoldás volt. És hogy bejöttek az épületbe, akkor jöttek az olyan feladatok, amik hang vagy videót igényeltek, itt az egyik az, hogy föl kellett venniük egy mélynek a hangját, de természetesen nem túl sok méhecske szállt az aulába, ezért nekik kellett ezt eljátszani. Illetve a korábban megtekintett videókban szó volt arról, hogy a mélyek hogyan kommunikálnak egymással tánccal, és ezt kellett nekik egy videón rögzíteni. Magákról a küldetésekről még annyit, hogy ugye ezek el voltak helyezve a valós térképen, és be lehet azt állítani, hogy az adott ponttól, amit én megjelöltem, hány méter távolságra jelenjen meg a hozzátartozó feladat úgy emlékszem, hogy három vagy öt méterre állítottam be, hogy azért ne kelljen túl közel menni hozzá, és mégis könnyen rátaláljanak, illetve az alkalmazás segítségével nagyon könnyen meg tudták keresni ezeket a pontokat, és nagyon ügyesen végigmentek rajta. Bár első körben, amikor a kolléganők, alsós kolléganők kezébe raktam a tabletet, és mondtam nekik, hogy na akkor most menjetek, egy kicsit meglepődtek, illetve volt, aki egy kicsit megijedt a feladattól, de a végére nagyon jól sikerült, és mindenki nagyon jól érezte magát egy kicsit, ö, kimozdultak az iskolából, és élvezték a kis és keresgélést. Itt is voltak mellékküldetések, azok az úgynevezett villámfeladatok. Itt három darab támadás érte a kalap. Az első ö, esetben rájuk támadtak a mézek, mert ugye megérezték rajtuk a méz illatát, és négy percük volt arra, hogy elzavarják ezeket a medvéket, meg különböző össze-vissza őket. Itt az volt a feladatuk, hogy különböző rémisztő képeket kellett vágniuk, hangot kiadni, hogy elriaszták őket, és ezt kellett fölvenniük egy fotó, fotót készíteni róla, hogy éppen elriasztják a medvéket. A másik ilyen mellékküldetés, a másik ilyen medvetámadás, az pedig az volt, amikor még mindig követték őket ezek a medvék, és megpróbáltak halkan lábújhegyen elosonni előlük, és akkor erről kellett magáról, hogy éppen osonnak egy felvételt készíteniük. A harmadik és egyben utolsó ilyen medve támadás, amikor négy percig volt rá, hogy elhitessék a medvékkel, hogy ők is közéig tartoznak, tehát hangosan kell brummogniuk, illetve az öreg grizzly adott nekik egy próbát, igazából ez egy tesztkérdés, volt egy párosítós feladat, ahol különböző medvéket és társaiknak a képét kellett összepárosítani. Ez a medvetesók szereplőiből volt, azután volt még benne a mása és a medve meséből, és őket kellett összepárosítani egymással. És a végén, ha minden feladatot megoldottak, akkor jutottak el a mély királynőhöz, aki a korábban megszerzett ismereteikkel kapcsolatban, ami a feladatoknál volt különböző információs szöveg, azokkal kapcsolatban volt egy kvíz, és ott helyesen kitöltötték az adott tesztet, helyesen válaszoltak a kérdésekre, akkor megkapták a hazajutáshoz szükséges mézet. Szerencsére minden csapatnak sikerült hazatérnie, és szerintem nagyon jó élményekkel gazdagodtak a kis kirándulások során. Ez a projekt itt nem fejeződött be, itt is, ahogy említettem, jelvényeket adtam mindenféle küldetés után, illetve a medvetámadások után, illetve miután hazatértek, ezt is jelvénnyel jutalmaztam. És nem tért véget a projekt, hanem a valódi méhekről áttértünk a robotméhecskékre, a padlórobotokra, a bíbotokra, illetve a blúbotokra, Először körbejártam minden osztályt, ott tartottam nekik egy bemutató foglalkozástól, megismertük az eszköz használatát, hogy mire lehet használni, hogyan működik. Majd csoportmunkában az volt a feladatuk, hogy különböző ruhákat és pályákat készítsenek a robotok számára. Itt látható is egy pálya, amit készítettek az egészséges életmóddal kapcsolatban. Miután ezek a pályák elkészültek, az osztályok, illetve a csapatok kicserélték egymás között ezeket a pályákat, kipróbálták egymás pályáját, illetve értékelték ezeket a munkákat. Ez külön kis értékelő lapot adtam, ami a projekt leírásban mellékletben meg is található, és ezen keresztül értékelték egymás munkáját. Majd a padló robotokról továbbmentünk, és a robot átértünk a virtuális méhecskékre, ebben már csak azok a, az osztályok, azok a csoportok vettek részt, ahol informatikát tanítottam, tanítok velük emelt óraszámba. Itt ugye a Code.org lehetőségét használtuk ki. Egyrészt ugye tanulói fiókokat hoztam nekik létre, amivel nagyon könnyen nyomon tudom követni az előrehaladásokat. Nagyon szépen vizuálisan látszik, hogy ki mennyi feladatot hajtott végre és éppen hol tart. Próbálkoztunk a páros programozással, ami ugye annyit jelent, hogy ketten ültek egy géphez, az egyikük magát a programot rakta össze, a másik pedig irányította, illetve segítette a programozó munkáját. Itt ugye az életkori sajátosságokhoz igazodó feladatokat adtam nekik, tehát azokat a leckéket választottam ki megoldásra, és hogy ezzel kapcsolatban ezt a blokkprogramozási nyelvet ismerhették meg, és igazából itt is az volt a feladatuk, hogy ezzel a virtuális méhecskével kellett nektárgyűjteni, majd abból mézet készíteni, és az egyszerű előre, balra, jobbra fordulásokon túl, itt már ugye a ciklusosságot is bevezettük, annak a fogalmával is megismerkedtek az ismétlés parancsa, az ismétlés blokkal a projekt zárásaként egy kiállítást rendeztünk az elkészített ruhákból, pályákból, megtekintették egymás műveit, a TKM táblázatot befejeztük, kitöltöttük teljesen az összes oszlopát, illetve a projekt egészét is értékeltük és szintén egy kilépő kártyán adhattak itt is ők is visszajelzést a projekt egészével kapcsolatban, hogy hogyan érezték magukat ennek a projektnek a során, illetve szöveges választ is adhattak, ahol különböző visszajelzéseket szolgáltathattak számomra. Így a végén még pár gondolat a projektjeimmel kapcsolatban, hogy hogyan is szoktak ezek általában születni. Ugye mindig van egy ötlet, amiben nagyon jók ezek a különböző online szakmai közösségek, akár az ilyen webináriumok, azok alkalmával is nagyon sok új dologgal találkozok, illetve az egyik nagy mániám ezek a MOOC kurzusok és azoknak az elvégzése. Tehát ott is nagyon sok jó ötletet gazdagodhat az ember. Például ez a Be The Best projekt, ez úgy született, hogy az egy MOOC kurzusban beadandó feladat volt egy ilyen projekt, és akkor ott alakult ki ennek. Az alapja, hogy mégis hogy néz ez ki, és azt fejlesztettem egy kicsit tovább. A tervezés során próbálok minél több tanulót és kollégát bevonni. A tanulókat azért általában sokkal egyszerűbb, mint a kollégákat bevonni ebbe a feladatban, őket néha egy kicsit nehézkesebb. Próbálok mindig a gyerekek számára érdekes, többféle tevékenységekből álló projekteket összeállítani. Az IKT eszközök azok elmaradhatatlanok, illetve a robotok, tehát a robotika az, az mindig nálam a középpontban van illetve a kollég bevon, kollégák bevonása során úgy gondolom nagyon fontos motiválni őket, felkelteni az érdeklődésüket a téma iránt. Ez történet úgy is, hogy bemutatom nekik, hogy milyen eredményeket remélhetünk a projektől, illetve nagyon jól lehet építeni a tanuló igényre, hogyha egyik órán vagy egyik kollégánál használnak bizonyos eszközt, akkor ez felmerül a diákokba is, hogy ezen az órán miért nem használjuk ezt. Ez is egy nagyon jó motiváló lehet, illetve nagyon fontos a személyes segítségnyújtás, illetve a segédanyagok biztosítása. Itt is az alsó proje, alsós projektnél nagyon részletesen e, kidolgoztam mindenféle segédanyagot, ez a e, projekt is látszik, illetve mindenre föl voltam készülve, például itt, amikor a, a Szeppó játékot játszották, ott volt még a B-terv, a C-terv is, tehát hogyha hirtelen vége lett volna a világnak, akkor is végig tudták volna játszani, mert papír alapon is meg volt, tehát úgy is be tudták volna járni, tehát megpróbáltam mindenre felkészülni és segíteni őket ebbe a munkába. Igazából ennyit szerettem volna a két projektemről, illetve a Szeppó alkalmazásról mondani. Részletesebb információk a már megjelent Robotópia projekterben is találhatók, ott mind az alkalmazás használata, mind maga a projekt részletesen le van írva, minden információk, meg, minden információk megtalál, illetve ott ezeket az egyes elemek kiváltására használható eszközöket is részletesen bemutatom és leírtam és azokat is lehet használni, akár anélkül, hogy egy teljes projektet megvalósítanánk, hanem csak bizonyos elemeit. És én köszönöm szépen a figyelmet, és ha esetleg kérdések lesznek, arra még szívesen válaszolok, vagy ha nem most, akkor az itt látható e-mail címen is bármikor elérhető vagyok.